Hello, sziasztok gyerekek, hör vagy hatornán, abrakadabra megérkezett képer papa. Hú, ez nagyon spontán volt, de jó szarmi. Na, skacok, van egy csomó dolgunk, amit kellene csinálni. Először is beverek egy kolbászt az arcomba, mert attól leszek nagyon otromba. Lemegyünk fürödni, megcsinálunk mindenféle csoda dolgot, megyünk aludni egyet, aztán ígérem, hogy autószerelés projekt indulásiba. Várjál, igyál egyet, bukjál rá a pipára, ó, jam, ham. Megittad, jól van egyébként, milyen jó behalikákban. Sampot nem kéne venni, nem? Nincs olyan? Vizelet, közben meg húgy... pisilunk egyet. Majdnem azt mondtam, hogy húgyozunk, de hát azért ilyen alpári módon hogyan lehetne beszélni. Kéne nem még közben elrántani egy jointot is. Aztán akkor ez így nagyon altimétek vagyunk, ugye? Ugye, ugye? Stresszet is ezért csökkentünk. Közben peppentünk is egyet. Megfürdünk. Ki az, aki szokott a zuhany alatt pisálni? Valljátok be, nem szégyen az. Csak az a lényeg, hogy pont belepisilja az izébe, a lyukba, mert különben akkor a lábad tiszta pisi lesz. Ez nem jó. Fürdőkádban ne pisilj bele, amikor fürdődsz, mert az gusztustalan. Zuhanyzóban lehet. Ez ilyen macsó férfi dolog. Azt nyugodtan toljad, ne aggódjál, minden oké azzal. Jó, mi az? Már csak a fáradtság van vissza, ihatnék kávét, de inkább bedobjuk a szugyát, de viszont fölkapcsolok valamit. Valami csodát kapcsoljuk fel, nem fogok látni a szememmel. Aludjál, nem ore. És kedv van, és szerintem reggel van, ugyan jó van. Nagyon megúsztuk, igaz égett egész íjjel a villany, de hát nem baj. Ó, de nézzetek, hát azt kitalálta a képen, remélem nem este van, mert akkor öngyi-böngyi leszek. Ja, mondtátok, hogy tudok órát szerezni, hát majd, hogyha megyünk, akkor megszerezzük. Hát figyeljé van, szerintem lehet, hogy pont este van, úgyhogy olyan jól beszívtuk, hogy azt el nem tudjátok képzelni. Unnan kell a nap, vagy onnan nyugszik? Hát ez lehet, hogy nyugszik a nap. Akkor aztán megint megcsináltad Keeper. Hát akkor... Jó van gyerekek, ne tököljünk, mert köll a meló. Hátsó cuccokat kihordja a Keeper. Aztán maximum valamit sem... nem hiszem el, hogy megint idejön. Éjjel lesz. Bal hátsó futómű. Alkatrészei. Ja, valaki írta egyébként, hogy háromszor kezdtem újra ezt a játékot, mert eltűnt háromszor a jövő cuccom. Egyébként ez annyira igaz erre a játékra, mármint hogy ilyen azért a stabilitástól olyan messze van, mint ide Nyíregyháza. Úgyhogy több százezer kilométerre. Úgyhogy az igen! Hát nem ütöttem be a térdemet, bazze! Az egy kicsit fájt. Na hát kezdődik a program, hogy a Keeper szellemileg összeroppan. Tord meg, Jani. Hallod, olyat belerúgtam. Ez jó, az lehet itt tologatni. Érdekes az a tologatás, néha működik, néha nem működik. Ez is egy akkora akkora tök jó. Jó, hát lemegy a nap, hát ne is ám jól érezz magad, Keeper. Mert attól biztos jó lesz neked, hogy most lemenő napsugarait nézegethetjük. Humban a hátsó lengés csillapító, rugók vannak. Hallod, egy fejlámpáért az életemet adnám, ott vannak a rugók. Ja, várja, van egy villany, bekapcsoljuk, meg mondtam, hogy kapcsolok zenét is. Mindjárt kapcsolunk zenét, a Keeper azzal. Figyelj, van egy ötletem, azt kell csinálni, ideállok a tattorral. Rávilágítok a projektre. Megkapcsolok zenét is. Azt akkor már milyen jó lesz nekünk, gyerekek. Na, húzzuk meg azt a izét. Kapcsoljam egy kis villany, pilácsot. Kézifék ki. A egyesbe be. Ablakot le. Oda né, azt a betyár, gyerekek, hát a szemünket. Csak az a baj, így meg nem fogom hallani a muzsikszot. Úgyhogy ezt nem a legjobb megoldás, inkább a külső villanyt fogjuk felkapcsolni. De viszont ide állok, hogy hallgassam az elét, musicot. Jó, hát akkor... De viszont azért fölkapcsolva vagyok most a... Most a semminél jobb, ugye? Vagy ne, semminél... Mondjuk azért nem álltana bekapcsolni a musicot. Elvileg most már működőképes állapotban van. Humana. Beideten. En ole. Lonel, az. Lonel.
Jó, rossz és a kártel! Rosszabb, mint a nyugat. Pont új zene jön, jó van. Na, itt is van villagyám. Mindjárt. Egy kis gangsta zolész. Ezt szerintem nem tiltják le. Mi ez a nagy fény itt? Azt a betyár! Hány ezer wattos izzó? Jaj! Hát a szemed kifolyik. Na jó, oké. Okay. Jó, igényre nem tökölünk. Kár, hogy éjjel van, de hát ez van. Ide teszik a tattorhoz. Szélsikert el! Rosszabb, mint a nyugat. Hozzuk a izőt is a emélő. Nem ed! Legkább idig áll izőt, feküdj földre be azzal azért, hogy... Na. Esetleg húzod meg, húzod, nem húzod, vagy valamit csinálsz vele. Gyerekek, miért nem mozogatja ezt az emelőt? Le kell engedni hozzá? Lehet, hogy le kellett engedni, aha. Nem, emelve nem engedte mozgatni. Akarok, hogy yield. Na mi van, mi ez a rádióadó? Mert zenének külön lenni. Ja, hát igazából az a baj, hogy egy ilyen alkatrészt így elvesztesz, így belepül a buzából. Gondolom vége van a dolognak. Szóval mi reklám? Az meg jó, mert jön át az emelő a izőn, figyeled? Áááá, kezdődik a pálom. Húzzuk hátrébb, talán így jó lesz. Na így jó. Ezek ilyen reklámok szerintem, remélem, hogy... Nem ilyen? Pumpálod, mint az őrült, akkor gyorsabban csinálja. Figyeld. A zseblámpába sincs elem, viszont a zseblámpába lehet, hogy tudnénk rakni a magnóból, abban már úgyis mindegy. Zsír! Keleti oldal, nyugati oldal! Döglégy Zoli meg a gangster szar! Na kiveszem a rádióval. Berakjuk a zseblámpába. Ki lehet fedni? Te hallod, ebbe két sor elem kellett volna, nem is négy. Hanem ebbe kellett volna 1, 2, 3, 4, 5, 10 elem. Jó. Pedig biztos jó szólt volna, mi? Lehet, hogy átmegyünk a hajóval majd, hogyha denger lesz. Hát mégis jobban szólna. Szebasz. 07. Ja, ez nem az volt. Gyorsan valami kaját? A Big Daddy lacát? Ezt a kis lúrnyát? Itt volt egy spirálú orta. Füstött fúva? 21.07 Gringo. Na gyerekek, mi kell még közben? Futóművet kéne összekettyenteni ugye? Csak nem látunk semmit. De meg nem akarom betolni. Milyen nagyon zsúfoltság lenne, nem? Betoljuk? Nem gondolkodok, betolom. Zoli és a gangster szor. Nyugati ódal. Zöglégy Zoli meg a gangster szor. Italüzlet lecsúszik. Négykárt üveg, pia. Beütött a téma. Jaj, nem jó felemegy. Megbámulunk. Ez tök jó haladni máshol is. Azt a betyár, most azt a végleg itt ragadtam. Jaj, gyerekek. Meg kéne intézni valahogy rendesen ezt az autót. Az autót. Csak az a baj, az elelemre jön Solid Bad. Nem is halljátok lehet. Már lehet, hogy jobb is. Nem szeretitek. Bár akkor kitagadlak belleteket. Nyugati oldal.
Amúgy rohadt sötét van ebben a játékban oda két. Keleti oldal, nyugati oldal. Így Zoli meg a gangster szar. Jó, itt megcsináljuk itt. Hátsó fütőművet, az elsőt. Kerekeket elvileg el kell vinni, javítatni, meg valami vizsgáztatni is. De valamit haladjunk, nem? Nyomják a dominót. Kezdődik. Na mi kell először? Szerintem legelőször ez a lengőkar kellene. Én úgy érzem. És ez hogy működik? Nem vagyok maradva erről, hogy hogy működik. Várja, elvileg ez, az a jobb hátsó lengőkar, ez így kell, ide valahova. Ez a minimum lefekvés. Be lehet hajolni, ugye? Ugye, hát ezt lehet, hogy nem sok mindent fogok látni így. Ez valahol ide kellene kerülnie. Jó gyerekek! Kezdődik, bassza. Ez a bal hátulja, nem? Az autónak. Akkor miért akarok jobb hátsó lengőkart ide rakni? Nem csodál ebbe egy behelyre. De az... Oh yeah! Fuck yeah! Megoldotta a keeper. Csak a zenét nem halljuk. Nem baj. Semmi gond. Figyeljétek, reggel lehet, hogy elvegyünk rádióba, remél. Ceruz elevér. Már nem sok pénzünk van ma. Hajóval átugorhatok, ugye? Meg akkor elmehettek a lámpáért, van egy ilyen örök mécses lámpa, tudod? Nem kell váltani. Erre. És honnan tudom, melyik hányas kulcs, te? Hú, gyerekeket, ettől lesz a vadulásám. Ugye meg kell húzgálni a sorokat. Hát azt az Isten tudja, hogy hányas kulcs. Mint a Daltonok? Ja nem. Szerintem egy 13-as biztos van az, nem? És hogyan? Hogy az anyámba? Várja? Tényi, nem? Ott egy csavar, de... Honnan az anyámból tudom, hogy hányos kulcs kell? Gyerekek, meg fogtok őrülni velem. 17, 15-ös? Nagyon picinek tűnik az. Ez lehet, hogy ez metrikus ez? 12-es metrikus? Nagyon nem akar. Oh! Ez az. Megoldott a képpel Riot. Ennyi, be is hajtottam. Ennyi volt. Jó. Oké, kettő csavar fogja egyni. Gyerekek, hát már haladunk. Hú-hú. Jó, akkor a 12-es kulcsot itt hagyom, felrakjuk a másik oldalt is. Doppen papa itt még nem volt, mert elmezavarodott. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Tudom, hogy sokat nem látunk, de nem baj, akkor is szerelőd. Megígértem. Berakjuk a lengés csillapi, vagy rugókat is, elvileg ide jön ugye ez a gumi ütközőkhöz. Okay. Szerintem azok jöhettek. Bazza, de nem is látsz semmit itt, hallod? Hát remélem, hogy nem vesztek el a... Hol vannak a rugók? Azt a betyár, nem is látom. A rosszabb, mint a nyugat.
Mi hátrébb tolatok, lássak valami világítsak. Jó. Bazd, de milyen sötét van ebben a játékban? Ebből szerintem csak egy fajta van, úgyhogy tök mindegy, melyik oldalra rakom. Gondoltam, hogy kitalálja Keeper. Gyerekek, miről beszélünk? Hát nagyon tudja Keeper. Van, egyik rugó benn van, utána jöhetnek szerintem a dobfékek, azt mehetnek fel a kerekek is. Ugye ebben mit, nincs mit csavarozni. Várj, a hátsó lengéscsillapító gólyaláb tököm az nuku. Ezt nem látod volna berakni előtte, nem? Ki a fasz a gyerek? Lowry, te tudod? Aha, ez lehet, hogy először kellett volna. Igazából ezt egyszerre kellene, nem? Oké. Okay. Ja nem, basszus, nem mellem egy, jó van. Viszont itt a lengéscsillapító tudja, hogy van csavarja. Alul is van. Ott van. Ez van egy kicsi. Ugye megnézzük a felsőt. Ott van. Aha, az nem jó rá. Ez van sokkal kisebb. Ezeket jó lenne megjegyezni, várjatok, akkor más, ahol nem kell ez, nem? Nézzünk egy 9-eset. Ez mekkorának tűnik, gyerekek, mondjatok már valamit. 10-es? Ó, ez valami kicsi? 8-as? Nem, hogy már 8-as csavar legyen, ez akkor nem metrikus, vagy nem tudom, hogy csinálták készítő. Bazd, ez se jó. 11-es. Megyünk 11-től fölfel a végéig, meglátjuk. Ja, ez se jó. 13-as lesz, fogadjuk, de megnézem már 12-t. Ó. Oh. Most jó. Oké. Okay. Hasonló is, remélem, hogy az. Azt mondta, hogy nem. Ez az alsó, az érdekes. Na jó, mindegy, berakom a másikat is. Másik gólyalábat is. És lengéscsillapítót. Elő van a gólyaláb, ugye? Azt nevedik annak. Figyelj meg, nem tetszik neki, hogy benne a rugó. Ez a pixelvadászat különben ezzel tudok én nem nagyon azonosulni, meg ettől tudok megőrülni. Na. Közben meg valaki, lelőd valakit. Nyilván megvan. És akkor az alsó azt tudja, hogy nem ez. Jaj, miket nyomok én? Azért, öcsém, ezeket így gyerekek, behajtani így minden csomagot, azt tudod, merre van előre. Az is megint talált ki, 13-as. Aztán van olyan mód, hogy így mutatja, hogy hányas csomag kell bizonyos kulcsokra, de nagyon nem akarok mámorokat használni. Ha látjátok, hogy mik nem történtek, te most megint ezt... Ide kell rakni bazra, hát mit pixelvadászkodjunk? Nem mondod, hogy ezt nem rakja be. Júj, ezt nem fogja berakni, mert ugye lehet, hogy már fixálva van a lengés csillapító. És nem tudja addig leengedni, de hát láthatóan le van engedve. Á, nem szórakozzál. Tuti. Ugye csak a oldott lengés csillapítóra engedi. Jó, hát akkor kiveszük a lengés csillit. Chill, lengés chill.
Igen, megpróbáljuk így. Kivesszük. Meg nem engedi kiverni, he? Ja, oké. Okay. Okay, megpróbáljuk most a rugót. Lehet, hogy nem... Lehet, hogy nem jó helyre próbáltuk, de egyébként ez a pixelvadászat egy bolondéria, gyerek. Komolyan mondom. Én ezzel nem vagyok kivékülve, de nagyon nem. Tehát ezt is ide kell. Komolyan nem. Ura megy be, hát akkor hova tartsa, érted? Ó, nem van. Ez nem tudom, hogy miért nem tudja, nem tudta normálisan megcsinálni, hogy valami normális hitbox legyen. Na ilyen 10 mm-enként lehessen csak beilleszteni. Oké. Okay. Valósul, az nem tudom milyen csavar lett, de mindjárt kiderül. Mi van, hogyha nem csavarok be minden csavart, akkor ez össze ilyen hullik, vagy mi lesz? Megpróbálunk egy 13-ast. Most látok. Még ott van egy csavar. Nézzük a 11-est, ugye a 12-est próbáltam. Pedig az egy csavar, ugye? Az csavar egyáltalán? Mindjárt megőrülök. Az a gyerek. Na! Ennél kisebb biztos nem lesz, 8-asnál. Akkor megyünk fölfele. Jó. Nézzük egy 15-ös, nem hiszem. Tizennégyes. Semmi. 13-as, és 12-esről indultunk, hogy... Nincs gyerekek. Ez mi az tök akkor? Az mi ott? Az egy csavar pedig! Hát megőrülök! Hányas? Mindjárt ránézek, basszus a deter. Hát nem hiszem el. Hát nem hiszem el, hogy 7-es lenne, vagy ilyesmi, meg... Ez nem normális. De az a baj, nem látni a csavarokon, hogy hányosok. Menjünk vissza a 12-re, az volt a teteje. És nem. Mindjárt megnézem, basszus, hát komolyan mondom. Hát... Meg lenne a hátsó legészsillapít, nem tudom, azt a csavart, az hányos. Az összeset végig próbáltam, nem gyerekek? A normális ez a játék. Hát komolyan mondom, ingyen izét kapok. Agy... Szédülést, nem tudom, agyvérzést. Ez az autó összerakás, ez egy kénzással felér. 12-es, jó, menjünk 11-essel. Től lefele basszus, mert már... 11-es. És ugye a zongoristának kell, 8 gombot kell egyszerre gyom... Nem, egyszerűen nem működik. Hát mi a pöcsöm az a gyerekek? Nem tudom, figyeljetek, rárakom a kerekeket, aztán utána nézek. Hát most úgysem megyünk be. Jegyezzétek meg, hogy ezt nem húztam meg. Szóval nincs is ilyen rossz. Nem is világít zöldem, vagy a tököm tudja. Lehet, hogy az nem is csavar, vagy mi? De hát ez egy nagyon úgy néz ki, mint egy rohadt csavar. Alulról kéne megnézni, vagy nem tudom. Ez egy halál. És kipróbálom az összes kulcsot, oda vegyek minden egyivel. Egyik se jó. Hát itt valami nem stimmel. Komolyan mondom!
Ez a játék, de nem is néz ki olyan kicsi csavar neked, érted? Milyen a miniatűr csavar? Hányos, hetes vagy hányos csavar? Tudod, mikor volt ez hetes csavar? Nehogy egy hetes csavar legyen ott benne. Legalább lett volna konzisztens a csáva, vagy olyan csavar, ami nagyjából illeszkedik. Hát de meg... Érted, akkor lenne, ez egy körülbelül 13-as minimum csavar, vagy de inkább 17-es lenne egy a futómű alján. 13-as, biztos. Nem izé, baze, hányas is volt. 6-os csavar? Hát hogy ne tudod, miben van 6-os csavar? A fióknak a izéjében, húzójában, vagy nem tudom, 6-os csavar, azt tudod, mi izéjében van ilyen műszerekben. Igen, jó, felrakjuk akkor a dobfékeket, elvileg azok jönnek szerintem. Nem csak a telefonom. Bazza, ez a... Jó, mert a traktorra így ingyen van a villanyszámla. Te komolyan oda vizet kaptam, szigorúan körüli állapotba kerültem. Ezt fel kell csavarozni, vagy mi? Megint jaj, a pixel vadászal. Tehát egyébként ez egy ilyen rage game-nek simán megy. Oda nézzé. És itt akkor... Van itt csavar? Hát hogyan lenne? Hát a dobféket nem csavarhatod fel, mert akkor nem fixel rögzítődik. Esetleg közepére kellene, ugye? Nem, hát ide nem kell. Majd szétesik a verda, gyerekek! Jó. Ugye, ma közepén van egy csavar, hát hogy ne közepén van. Na figyeljetek, oda nézzetek mekkora rohadt nagy csavar, ott a kerék agynál. Majd ez kidobja a játék, hogy izé 5-ös csavar az, vi? Ez mekkora? Ez minimum egy 17-esnek kell lennie. Nincs is akkora itt. Jó, azért elég nagynak mutatja. Ja, ember nem nagyon volt otthon szerelő, vagy nem tudom miért csinálta azt, hogy nem. Nem olyan csavarok, amik igazából kellenének. Jó, de legalább ez megvan. Ugye mind a két tornyot megcsavaroztam. Oké, megvagyunk, hozzuk a kerekeket. Szomjas vagyok, gyorsan. Eszek egyet, meg iszok, jó? Gyerekek, a traktor az így nagyon brutálisan beveret ide. Lehet, hogy először kell lenni, mert ugye mindig megszomjazok, hogyha... Hát annyira nem. Jó. Segbe a tárcámba? Nem tudom, halljátok a zenét. Hozzuk a kereket. The baby. Hozta nagyon jó! Fölpattintom a másikat, és ezt meghúzzuk a csavarokat. Meg kéne csinálni az összes futóművet, azt kilökni a tökönbe innen ezt. Csak az a baj, hogy nehogy az legyen, hogy a kormányműbe, vagyis fölrakom a kerekeket, meg minden, aztán nem férek hozzá a dolgokhoz. Ez hányas csavar lesz? Ez hát ennél kisebb szerintem. Ja, lehetett volna készítő. Jó, oké, akkor még több kulcs kellett volna, ugye? Na, végre ezt megtaláltuk hamar. A kerekek azok nincsenek levizsgáztatva elvileg, meg nincsenek megjavítva, szóval azokkal baj lesz. Viszont egyelőre össze akarom rakni az autót, utána majd lekapjuk a kerekeket. Azt akkor elviszem megcsináltatni, csak haladjunk. Meg a haverok nyomják a dominót. Hú, de jó lenne, hogyha halnálnátok. El kell mennünk basszus reggel elemére a rádiót, akkor ide rakjuk magunk mellé. Hát figyeljetek, ilyen szerelést, meg edzést, meg ilyeneket ne csináljatok soha zene nélkül. Elvileg, ha az ülést berakjuk, azt mondtátok, a vezetőülést, ha berakom, akkor másnapra megjelenik a furgon öregapánknál, úgyhogy ezt lehet, hogy be kéne csettinteni. Hol a vezetőülésünk? Már csak azért, hogy akkor így lesz furgonunk, bár most egyelőre nem kell a furgon, inkább haladok a francba, nem tökörészünk, gyerekek. Nya, oké. Hátulját szerintem le is engedhetem, ugye? Megvan a futóművünk,
Ez egy első kerekes autó, ugye? Hát persze ott vannak a féltengelyek. Na mindjárt. Jó, hát ezt most már le is engedhettem lazányosan. Mert ugye kerekeken áll. Gyerekek, nagyon már félkész a verda. Kár, hogy nem lehet kipogácsolni a kerekeket, jól néznek. Jaj, de nagyon örülök neki. Ki kéne tolnom, azon gondolkoztam valamennyire. Hogy fel tudja emelni az elejét. Ahol valami ilyesmire gondolt a keeper, jó. Ilyenre gondoltam. Mondjuk az elejét rálátnák, szerintem. Ja, megakadtunk valamiben, nem? Vagy mi? Ja, itt az emelője. Az emelője az nem jó helyen van. És beszorult a lár, nem mondod, vagy mi van? Ja, az elejére rálátok, mert itt van fény. Oké. Okay. Jó gyerekek. Meg hát most van hátuljára. És van két hátsó kerekünk, ne viccelj. Nagyon haladunk. Kicsit mászik a verda. Kellene egy emelő. Be tudom dugni alá? Jó, be. Csak nem lesz mire, nincs ott semmi, nincs fenn a bölcső. A bölcsőt lehet föl kéne pattintani először, nem? De meg tudom emelni így? Nagyon nem. A bölcsőt, ja, alulra kell biztos megcsavaroznom, úgyhogy valamit ezzel kell okoznom. Ah. Nem fogom tudni felemelni. Leugrik róla. Most talán. Á! Gyerekek, hát akkor ezt hogy emelem fel? Nincsen egy olyan pont a versenyében. Vagy be kell dugnom teljesen a belsejébe, és berakom aztán, hogy nem itt emelem meg, vagy nem tudom mit csinálok. Na, így gondoltam, és nem akar beljebb menni. Kilövöm a holdra, megőrülök. Na, erre gondoltunk. Ujjjjj, már bugol is. Jújj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 
Háj, stoj! Jó, nyugodj meg! Ne repülj ki a világból! Hány óra lehet? Hát, reggel 4. Jó, majd elindulunk ám. Veszünk el mindenképp. Meg akkor a szigetet ki tudom lootolni. Francisan bele, hogy ez mindig bugol. Jó. Csak az a baj, a másik oldalt nem nagyon emeli. Hát ez nagyon jó egyébként, hogy nem tudod megemelni, basszus. Hogy emeljem meg? Vagy bugol. Nem tudom, megpróbálom kihozni azt a bölcsöt, de most meg nem is látok itt normálisan. Legalább nappal láttam volna neki, de mindig... Nem tudsz pörgetni az időbe, ez akkora öröm. Ez akkora öröm. Nem csak, hogy van stressz jelző, ezt tudta a készítő, hogy itt lesz hívás. Na, hozzuk azt a bölcsöt. Hát ezt kéne felcsettinteni, mert különben semmit nem fogok sehol rakni. Hát ezt meg így, hogy csak így be kell passzintanom. Melyik az eleje, meg melyik a hátulja? Pont fordítva van, nem? Ennek így kéne lennie, megnézzük. Meg messzi zöjjön jelem, hogyha jó helyen van. Persze, hogyha azt a pixelt ugye megtalálod, ahova érkezni fog ez. Ú, gyerekek! Ez a bölcső behelyezés, azt már most látom, hogy megint egy tortúra lesz. A
Hogy csak alulról engedi, vagy... Sírni fogok komolyan. Nézzek egy tutorialt mindjárt erről az autó összerakásról, mert lehet, hogy ez egy nagy, hatalmas szívás az egész. Hát ez rohadtul nem akar. Így beállom. Ott van baze a bölcső. Miért kell pixel vadászatot csinálni egy ilyen játékból? Az a baj... Mindjárt fölevelem komolyan a géppel. Á, mit csinálják ezzel? Hát mindjárt meg esírom magam. Hopp! Ott volt baze! Azt igen! Jó, hát látom, tökéletesen működik minden. Ott volt egyébként, jó van, legalább a csavarokat meg tudom húzni. Hát az ég nem áldotta meg ezt a játékot, komolyan mondom. Hogyan tudnám, és meg nem látod semmit. Tök sötét van itt. Forduljál föl, Léci! Vagy akkor legalább forduljál, hogy a csavarokat lássa. Nem, nem törik össze a kaszti egyitől. Gyerekek! Hát egyébként ez a játék nem azzal küzdesz. Nem azzal küzdesz, hogy megcsinálj valamit, hanem azzal, hogy pixelvadászat, meg bugok. És ez nagyon nem jó. Na, rakjuk el a kezünket, mert toljuk ám. Na, hol vannak a csavarok? Elvileg négy csavar itt a négy sarkán a kasznél. Ott van a... Aj, de jó, legalább megvan. Mindjárt komolyan rágyújtok már, mint a játékban. Most megint nem tudod, milyen csavar. Biztos valami kicsi. Mert biztos az egész bölcsőt négy darab tízes csavar fogja szerintem. Én nézem belőle a játékból. De ha nem metrikus, érted, mert akkor ugye colba lenne, de akkor meg nem is hasonlítanának ezekhez a számokhoz. Mert ugye akkor a... Mit tudom én, a tízes, a tízcolos az már kapásban lenne valami 25-ös kulcs. Sőt, az egycolos lenne 25-ös. Mert ott ugye úgy vannak, hogy 1/4-es, 1/26-os, meg a tököm tudja, hogy van. Ilyen tört számokban vannak megadva. Ezt nem vágom, hogy miért nem normális, valós számokkal adta meg a kulcsok méretét. Szerintem. 19-es csavar, vagy nem tudom hányassal kell itt ezt behajtani, ez egy vicc. Hát túl hol van a csavar? Azt nem mondja, hogy nincsen. Hú, nekem ez egy ilyen kicsit ilyen Rage Game feelingje van. Ez a szerelés főleg. Ez így elősen karcolja így a játszhatatlanság határait. És például hol van itt még... Csavar, nem fogunk látni csak alulról? Beleugrani nem tudsz, hitbox miatt. Feküdjünk le a földre, úgyhogy hajoljunk bele. Úgy se látok rá. Ott kellene lenni még csavarnak, tuti. De nem látok rá. Pont ott a szőnyeg alatt. Mondjuk most a bölcső följebb emelte az autót, mert akkor lehet, hogy alá tudom rakni az emelőt. Az úgy hálás lenne. Na nézzük, alá tudom rakni a bölcsőnek az emelőt. Ez lehet, hogy most már working. Ja nem. Ja nem, hogy mit is gondoltam. Na, ez most lehet, hogy jó lesz. Basszus, csoda történt. Jaj, de jó. Hú, gyerekek. Hát majdnem sírtam. Biztos lebugol róla egy pillanat alatt. Jó, magasra. Talán nem mászik le. Na, ott a csavar, megtaláltuk! Ah!
Azért ez itt szétszakadna, gondolom, elég rendesen, ha nem csavarod be. Van a helyed? Icipici kezed? Jó, gyerekek. Egy csomó alkatrész marad majd a végébbi. Az első futóművet így össze kéne koálni. Lassan világosodik, az jó. Na nézzük, mi kell az első. Első helyre. Hát ez biztos kell. Írta, hogy jobb első? Ugye? Jobb első. Jó. Mindent kiordok, azt azokat beépítjük. A féltengelyek mondjuk azok nem ártanának, hogyha lenne benn motor. Gondolom, jobb első gólyalád. Bal első gólyalád. Figyeljetek már, hogyha ilyen izé állapotban lesz, kerekeken állattom, már én boldog vagyok, hogy nem verődik a földhöz. Jobb első, rengőkar. Megferzol rengőkarok, gyerekek. Lol. Az. Kihozom a jövőt és a kulcskészlet, csavar kulcskészletemet. Van még vonalzó is, vagy mi a szar? Nem tudom, hogy mire. Ne kérdezd. Egész éjjel itt bömböltetem az elét, biztos megbüntetnek, nem? Egy jó napot! Jó volt, azt hagyjuk. Mi ez, kormány összekötő? Aha. Kormány rudazat, bazza gyerekek. Jó, a kormányművet azt hanyagolom egyelőre. Bár akkor meg az a baj, utána. Ez van jobb első, meg bal első? Elvileg nincs, féktárcsa nincs. Az a baj, hogyha utána nem nagyon fogok hozzáférni az ilyen motorcuccokhoz, mármint ugye a kormányműhöz, meg a dolgokhoz, hogyha így ezeket berakom. Bár ugye átlátni a tárgyakon, szóval lehet, hogy nem gáz. Jó. Gyerekek, ez ilyen nagyon szívás. Ez a valóságban nincs ilyen szívás. Nézzük, hogy nincs olyan, ami kell. Hátulját be lehetett volna fejezni, mit tudom én megcsinálni a lököst. Hú, ezek a kerekek nagyon trék. De elvileg van disztárcsa, van. Valahol van, láttam disztárcsát. Ezt föl lehet patentani. Bár most szerintem az a legkevesebb. Van aksi töltőnk is, valószínűleg le van merülve az aksi. Na, adjunk neki az érzésnek, gyerekek. Hát kellene lengőkar először. Legyen pixelizé. Vadászat. Ez a jobb első. Ott volt, jó. Te így végigpásztázod. Oh-oh. Még egyszer. És ott már nincs, ahol volt ez. Ott van egy pixel. Jó. Ilyen cségós izé pontossággal kell lűni. Benyeltük, kifogtuk. Csörög a telefon gyorsan. Most behajtom, mert el fogom felejteni, valóságban is ilyet elfelejtek. Egyszer volt olyan, hogy nem meghúzott kerékcsavarokkal, mentem még a Ventóval. Szó szerint lepotyogtak a kerékcsavarok, aztán karisztult a kerék. Hol a telefonom? Szia! Szívromot kaptam, és az orvos tagadott minden munkát, kíváncsi az összes szénabált, azt megkaptuk múltkor. Szénabált kéne hordani, úgyhogy jó, melózni is általán, mert nem lesz pénz, mi? Nem baj. Rakjuk fel a második lengőkart. Csináljuk szimmetrikusan. Na. 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 Úgy. Oké, okay. Fordítva volt. De mondjuk az szerintem nem számít nagyon. Váto Loco! Váto Loco! Mindig eszembe jut, amikor a... Ki az a Didis csávó? Páko úgy énekelte, hogy Váto Loco. Biztos emlékeztek rá.
Ja, ezt meg akkor megint be kéne valahol illeszkedni. Fordítva, de szerintem ez teljesen mindegy, nem? Pixelvadászat, ez a jobb belső? Jobb belső. De ennek kéne jönnie. Hú, gyerekek, ettől azt írjatok már, hogy más nem kap, hogy vérzést. Hogy ezt kell pixelvadászkodni folyton. Hogy mi van, kihagyok valamit? Hát nem hagyok ki semmit. Valami nem stimmel, mi nem stimmel neked? Nézzük meg a másik oldalt. Vagy lehet, hogy tényleg az van, hogy össze kell rakni a motor részt. Ebbe a gyerekek, ebben a játékban így ilyen nulla segítség van ugye, hogy mit kell csinálnod, úgyhogy annyira szívás tud lenni néha. Tényleg egész végig rage-elek, nem? Tényleg az van. És ezt nem engedi berakni be ezzel. És valamit elcseszek. Ez egy jó, nem? Fordítva, hát ott van a toronycsapás fönt. Hogy hiányzik valami, vagy mi a pöcsöm van? Ott van a toronycsapás, már majdnem berakom, érted? Nem gondolkodok, hogy nem ide csatlakozik valahova. Ó, ez kell. Ez kell, gyerekek, oda csatlakozik, basszus. Oda csatlakozik, jó van, elnézést. Hát, ide mi a tökömbe egy? Most nagyon rögtök, biztos. Mi a sorrend? Mi a sorrend? Jó, kormányrudozat biztos nem kell. Úgy gyerekek, most meg vagyok lőve. Mit hagyok ki? Te nem hiszem. Mit hagyok ki? Valaki már nagyon röhögnek. Várja. Nézzük át. Bazen hülye vagyok. Nem, hát ez megy a kerékre, jó, féktárcsa a végén, az nyilván. Viszont ez szerintem ennek föl kéne mennie. És így. Ott volt! Azért mondom, jó. Oké, megtörtént, jaj, de jó. Várjunk, nézzük át a csavarokat, hol van? Ott a csavar. Azt a betyár, hát nagyon megszivatott. Meg sőt, meg is szivatott, jó, az nem olyan csavar. Mindjárt fölpattintom akkor a másik oldalt is, aztán jövök. Csavarozunk. Ó, csak rájöttünk. Van a csavarkészletem, vagy a kupiláskulcs készletem. Ez talán valami nagyobb? Mit szóltok? Ott volt. Még jó, hogy így... Hát is látszik. Egy darab csavar. Erős. Nem, ott van még egy. Kettő csavar. Ja, nem, az ugyanaz volt. Jó, be van csavarva. Gyerekek, a szét fog esni ez a kocsi, ugye? Mondja, biztos vagyok benne, hogy amire elkészülünk. Egyébként ez a kasznival nem lehet van csinálni, ne legyen ilyen merő rozsd az egész. Ja, azt beszéltük ugye, hogy veszünk cuccokat, de hát ugye az ugrott. Jó, és akkor most biztos, hogy be fog menni a lengés csillapító. És a gólyaláb, tudti? Aha, nem mindegy. Mert ugye ide csatlakozik erre. Nem oda. Hely, megoldott a képen, ne viccelj! Ott van egy csavó-csava. Kettő. Az ami kisebbek. Ó, négy darab csavar. Egyébként erre konkrétan emlékszem, hogy ez két darab csavar fogta a Venton. Jó, oké. Nézzük, ez van tuti valami kisebb, legalábbis egy ránélésre. Várj, itt megcsavaroztam? Nem csavaroztam meg ott, hát. Ugye, csak beraktam. Na, mi van vele,
Megcsavaroztam, lószart. De, ha gyerekek, milyen szépen széthullik ez a verda vajt. Biztos vagyok benne, hogy azon fogtok röhögni. Itt még nem raktam be, mindjárt berakom itt, és csak megnézem, hogy hány a savar. Lehet, hogy majd több zenét kéne beraknom, mert ezek már kicsit így ismétlődnek nagyon. Ilyenkor veszem észre, hogy úristen, mennyi idő elmegy. Ezt jó lenne megcsinálni. Vált a lokkó, de egyébként ez valamikor így ugyanazt le is ismételgeti. És ezek megint hányos csavarok? Nagyobbak? Szinte hallottam, hogy mondtad, hogy ó, már vidd be azt a szart. Ne egyesével hord a kulcsokat. Hát a közelébe nem jutottunk annak, hogy mi összerakjuk el ezt az autót. A motortól kicsit kezdek félni. Egyet kihagytuk, fogadjunk, az lesz. Ó, srácok, megint egy izé van, szivatás. És nem látszik ezen a rohadt csavarom, hogy akkor mekkora. Ez tök nagynak látszik. És a végén majd tényleg nagyon nagy lesz. Most már kezdek aggódni. Mi van? Gyerekek, erre jobb magam. Mi van ezekkel a csavarokkal? Hányas? Itt valami trollkodás megy meg én. Nézek, ránézek, semmi. És végigmegyek az összesen, mert már kínomban van, tényleg szerintem végigpróbálgattuk mindent. Semmi. És itt van, basszus. Nem próbáltam ezt az egy kulcsot? Gyerekek, komolyan mondom, legalább írnál ki a játék. Vagy lehet, hogy meg lehet azzal a mérőszalaggal nézni, hogy hányas kulcs. Várj, azt lehet, hogy ki kellett próbálnom, mert lenne értelme, nem? Hogy van ott egy mérőszalag, és akkor azzal megnézheted, hogy hányas kulcs az. Nem igazán látok be ott, mint hogyha lett volna még egy csavar, nem? Ott van a... Most kipróbáljuk majd a legközelebb azt a mérőszalagot, de hogy nem az, hogy... Hogy van itt egy ilyen mérőrúd. És ezt már felrakjuk. Végre péntek! Ez a nap nem lehet szar. Nyugodt volt, ja, éjszaka nyugodt volt, semmi szirén a zaj. Valami kaját? A Big Daddy Lacát. Fékcsöveket is nekem kell húzkodnom? Valószínű, mert itt el vannak vágva. Gringo. Most majd kipróbáljuk azt a mérőszalagot. Na, mi van? Oké. Okay. Na, hol van az a tatyó? Átmegyünk a másik oldalra. Skacok, milyen jó el... Szeregetünk, ez nagyon jó. Ez tetszik. Ez vicces. Csináltunk zenét. Ó, várj, stresszesek vagyunk. Elrántunk egy bagarettát. Oh, kicsit kinyújtóztatom a lábaimat, hát rendesen elfáradtam, gyerekek, esküszöm. Minden megbámulunk, belefut egy igazoltatásba. A pofámba nyomja. 10 emelet magasságban, a tárcámban. Két rongyal kevesebb.
Ne kéne menni majd izélni. Kacok. Szomjas is vagyok. Éjes nem, tök jó. El kell menni majd a boltba. Nem tudom, mikor nyit az? 8-kor? Vagy 10-kor? 9 óra, úgyhogy mindenképpen mehetünk is majd. Jó, hát ezt itt hagyhatom, nem? Annyi, hogy a lámpát lekapcsolom. Lehet a magnót elviszem. Lehet, hogy nem húzom az időt. Lehet, hogy ezt lekapcsolom mégis ezt az erét. Ezt jól eltekertem. Lekapcsolom, meg lekapcsolom a lámpáját ennek a kotlának. Ezt akkor mindjárt jövünk. Hát tök jó, a laptopos ki van oda ragva. Csippeljük épp a beáldát. Na, ez jó. Alakulunk azért, már van hátsó futóművünk, meg igazából mondhatni. Hát lesz első futóművünk, hogyha ezt még fölpattintom. Ezt fölrakom, aztán ne felejtsük el, hogy meg kell húzni. Ez derék volt, gyerekek. Ez derék volt. De egyébként talán nem is kell felemelni, leugrott az emelőre, mint a szar. Ja, fölrakom a kereket, szerintem akkor így felugrik a helyére. Így lehet, hogy elugrik világ végére. Félre is rakom ezt a krokodil emelőt. Van ám a hosszú rúdja, hogy csőm ennek a krokodil emelőnek. Meg lehet tépni rendesen, mi is rácok. Jó. Oké, egyszer jártam úgy, hogy kerékcsere közben így leesett a izéről. Valamit próbálgatta az emelőről. Bír a földre, basszus, még a kettes golf. Hát ez egy kicsit olyan kellemetlen volt hirtelen. Na menjünk a tökbe, gyerekek. Nem megyünk elemér, nem érdekel. Várjátok, szomjas vagyok, szomja halok, aztán közben meg itt megyek, mi? Miken fáradtság? Ejha, hát pont nem kéne izélni. Fáradtnak lennünk, majd is, hát nem tudunk inni kávét, meg semmi, ajaj. Hát csak nem lesz semmi bajunk. Ja, szomjasok vagyunk. Most nem ezt akartam. Éjség, nem kell semmi szerintem. Ígyunk egyet, azt húzzunk a vérbe. Majd a időben hajókába picsilünk. Meg el kell menni megnézni, hogy most a csekk az normálisan érkezik-e. Jó, 644-ünk, mert nagyon le vagyunk amortizálódva. Miért is? Honnan szereztünk ezelőtt? Ja, bazza, nem nyitottam ki még az automatát. Hát hülye vagy, keeper. Jó van, meg majd kinyitjuk. Hát basszus, el is felejtettem. Mondom, miért így pénzzel? De nem baj, nem azzal akartam törődni ebben a részben. Elmegyünk még egy zenedobozba, veszünk elemet, meg lehet, hogy a zseblámpába is, hogy azért így ne szívjunk annyira, mint amennyire szívunk. Ja, írtátok egyébként, hogy órát honnan szereztetek, írtátok, hogy a nagyban van, mikor van kint, nem tudom, tiszta 3-ig vagy meddig, úgyhogy ilyenekre érdemes figyelni. Látjátok, és az a durva, hogy ez a játék, ez így full nem köt semmit az orrodra. Azt se tudod, merre van előre, érted. És ez egy kicsit azért aggasztó, de hát jó. Nem egy nagyon egyszerű játék, ja. Úgyhogy keleti oldal, nyugati oldal. Gangster Zoli meg a... Nem, Döglét Zoli meg a gangster szar. Megyünk mind az őrültek, gyerekek. Veszünk elemet. Azon gondolkozok, más nem kell. Tök jó, hogy így hamar át lehet érni. Lehet, nem is megyek a szigetre, leszarom a szigetet most. Mert igazából ott, ami nagyon fontos, az a lámpa. Meg esetleg ugye a halszák. De, hát, akkor már ott vagyunk. Visszafele benézek. Vagy nem tudom, benézek. Gyors szétlutoljuk. Gyors szétlutoljuk. Aztán már jövünk is tovább. Mondjuk visszafele, inkább visszafele, mert akkor már ez zenénk. Bírom ezeket a zenéket. Meg kíváncsi vagyok, hogy szól ez a két kazettás magnó, ha már egyszer veszünk bele, 10 darab elem kell bele, hát akkor kéne egy csomó elemet venni, szerintem egy ilyen 4 darab van. Mondtátok ugye, hogy azért tűnt el konkrétan az a doboz, mert az már üres volt. 4 darab elem van benne, de képzeljétek, 10 darab kell basszus a magnóba. Azért az egy kicsit erős, nem? Jó, hát mindenképp annyit megcsinálunk még ebben a részben, hogy elmegyünk a bótig, veszünk elemet, meg visszajövünk. Ezt nem is néztem, hogy mennyi van benne egy default. Egyébként úgy döntöttem, hogy veszek egy új gépet. Ugye egy 6 magos AMD-m van, nem valami új konstrukció. Meg egy GTX 970-em. Aztán az így...
ez így kezd így avétos lenni, igaz, én leginkább ilyen underground játékokkal játszom, meg ilyen indikkel, olyan nagy gépigényünk nincs, de van egy-két cím, amit azért kipróbálnék, és feltelepítettem, aztán azért nem baráti, ahogy fut, főleg, hogyha videót is veszek fel. Mert ha még nem veszek fel videót, akkor így jó, el van, de amikor ugye veszel fel videót, akkor még rögzít is ugye egy SSD-re vagy merevlemezre, meg ugye azért valamennyit számolnia is kell, akármennyire is keveset, de hogyha pont határon mozogsz a géppel, hogy elfussanak a játékok normálisan, akkor az nem jó. Úgyhogy ennek nem örülök, de úgy döntöttem, hogy kell vennem egyet. Annyira nem örülök neki, hogy kell vennem, mert azért most ugye inkább másra akarom a pénzt költeni, de ez meg viszont azért egy ilyen, hát figyeljetek, szerintem aki ilyen nagyon kocka, annak muszáj néha új számítógépet újítani. Jó, igen. Hajtsunk gyerekek, hajtsunk! Meg főleg egyébként az rohadt idegesítő, hogy én egy elég nagy, ilyen 40 plusz szolos 4K monitoron játszom, és ide, hogyha nem 4K-val játszol, akkor már tök szar, tök pixeles tud lenni. Régebben basszus még a 800x600 is teljesen elég volt, amikor volt egy 15-ös CRT-nk. Nem is látszak, milyen durva volt. De egyébként azon a 15-ös CRT-n jobban is néztek ki azok a játékok szerintem, mint most egy... Hát többek között a méret miatt is, mivel ugye a... Azért egy nagyobb monitoron mindjárt nagyobbak a pixelek is, ha ugyanannyi számba vannak. Gyorsak, nem tökölünk ám gyerekek. Gyorsak leszünk, mint az állat. Más nem kell velem, csak egy kazal elemet, elhoztam a rádiót, hogy esetleg tudjuk hallgatni, ahogy van. Igen, nincs nálam más, csak a rádió, meg a... Ott van a csávó, aki megy motorcsónak. Tudnám, mit csinál, basszus. És annyit csinálunk, hogy akkor visszafele föl tudunk lootolni, mert ugye még 9 helyen van az inventory-val. Kaja van, pia van, gyerekek, igazából minden van, úgyhogy tudjuk csinálni tovább az autót, az a terv. Az a terv, hogy autót fogunk készíteni. Lehet, hogy annyit kéne, hogy főzünk egy kávét, fáradtságot letoljuk annyira mindig, hogy majd éjszaka tudjunk aludni, és akkor az éjszakát átalvusszuk, és akkor nappal tudunk szerelni. Szerintem annak így lenne értelme. Dolgozni most még nem nagyon akarok elmenni, de előbb-utóbb el kell, hogyha fogyóba lesz a kaják, meg minden. Elnézést, mert különben éjjel fogunk dögleni. Itt milyen izé van? Ilyen... nyálkás szarvíz. Gyorsan, 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 gyorsan! Elnézést! Nem tudom, mi történt. Ez jó hosszú részlet, mi gyerekek? Már úgy kéne irányom, meg kell fordulni, azt kellett volna, de most már késő jó ujja volt a képre. Hát jó van, annyira nem rossz. Húzzatunk. Futás, futás gyerekek, futás, na. Fuss a testvérem. Így azért elég gyorsan átérsz a boltba, csak így ugye más nagyon nem tud cuccolni. Ez dörögödik. Rendesen olyan hang. Hogy ez valami zene volt. Ó. Régi is, mint Tamás azon röhögött múltkor, hogy tipikus olyan vagyok, hogy a... Azt mondom, hogy normálisan játszok, és erre a stílfűrészes csávót keresem negyed órán keresztül a... Ott egy autó, he! Várjatok, ráverek, kár, hogy nem hoztam valami kalapácsot, vagy valamit. És a busz az hogy áll? Mi van itt? Mi a fó? Ki? Mi történt itt, gyerekek? Na figyeld, a buszsofőr le van verve, mint vaka pohár. Meg van halva a buszsofőr. Mora, mit állja? Ez... Hello, a kezé, hogy ígyek? Ajaj. Hát ez... bocs, haver, figyelj. Szevasz, haver! Hogy tudok behúzni neki? Azt a... Mi történt?
Megvan a idő. Mi a tök? Hát ezt nem hiszem el. Hát szájba vert a csávó, hát nem csoda buszsofőr kivított együtt, és ki volt ez, bazeg? Chuck Norris. Olyat rám mert, bazeg, úgy hoztak haza szerintem. Valamibb kell egyet pisírnom. Azt a rohadt él a gyerekek. Most őszintén, azt láttátok? Remélem, hogy láttátok. Hát a hajó meg ott maradt. Hát a rossz sem nevette meg. A hajó ott maradt. Ez a játék, ez tudod mi? Ez egy gonosz troll volt basszus, aki készítette ezt az játékot, komolyan mondom. Hát kiszámít, behúztam neki egyet szélvédőn keresztül. Úrjön, hogyan nevert egyet? Ó, mondom, megszerzem azt a jóskodát. Vagy valami csoda, hát nem költ megszerezni. És megint a stílfűrészes csávó. Hát ez nem vagyok boldog, gyerekek, várjál. Hát de legalább, figyelj, így kell hazateleportálni, gyerekek. Hát az elem azt cseszhetem. Jó, most meg izébe az... A rossz sem nem ettem meg, komolyan mondom, hogy az az elem az nekem sose fog összejönni. És tuti basszus, hogy a csónak az meg nincs itt. A 100%, már most én érzem. Hogy ez úgy megszivatott, hogy olyat Lambert... Most hogyan megyek-e buszra, vagy mi a tökömet csinálok? Jó, nincs itt a csónak, ott maradt a csónak. Szerintetek most ez normális volt? Mármint ez az egész szituáció. Érted? Most kiütött az izé... Most ez kiüt véletlen... Ó, nem tudom, mit mondjak. Erre vagyok kíváncsi, hogy itt ezt... Mire jó? Na, ez sikerült. Basszus, én ezt a hangot... Ez valami játékban hallottam már. Ez ott cseréli. Ez melyik játékból? Ez tudja, hogy egy lopott hang. Ez basszus, nem tudom mondom valahol. De nem mindegy, ezt akkor mégse lehet használni, mert a... Mér is. Nem tudom, mire lehet használni mérőszalagot akkor. Olyat kaptam, nekiállok autót szerelni, komolyan oldom. Ez melyik volt? Ez a legnagyobb volt, nem gyerekek? Ah, Isten. Nem a legnagyobb volt, mert nem ugye jól érezme volt, hanem egy kisebb biztos. Nem. Nem érzed magad jól még eléggé? Nem, ez se. Talán ez se. Milyen érdekes. Ez se. És itt valami szivatás lesz, mert nem az lesz, hanem egyszerűen... Nem érzékelte, tudja, hogy a legnagyobb lesz, csak bele kell bújni. Nem, bazze. Gyerekek, ezt mondja meg valaki, miért csinálta készítő, hogy nem lehet ezeket a nyomorult csavarokat értelmezni, hogy mekkora, vagy mit tudom én. Ez se az. Ugye végignézett háromszor, és kiderül, hogy valami bug volt. Ez se az. Ez se az. Talán ötös csavarra van fogva. Gondolom. Ez se az. Ez se az. És ilyenkor mi történik? Szerintetek? Vagy azért már nincs fönn az autó a helyén? Exercise book! Figyelj, itt rámész, ott nem mész rá. Nem vagyok egy agresszív gyerek azért, de... Néha úgy érzem, hogy elveszítem a türelmem egy... Picit. Kifordítva nem lehet felrakni ezeket a felnéket, sokkal jobban néznek a gyerekek. Majd írjatok, mit cseszek el még, mert biztos vagyok benne, hogy itt lesznek még különböző érdekességek. Na, nézzük a... Hányos volt a izé? Ezek. Jó, megvan. Olyan jó. Úgy, szuper. Csavarda.
Na, skacok, má alakul a verde, ugye? Alakul a verde. Ha van négy kerekünk, alatta van a futómű, ugye? Igazából akkor tudjátok, mit kellene ezután csinálni? A motort ki össze kéne rakni, nem? Hogy ezt bele lehetne helyezni. Szerintem az lenne a tud ki. Ugye? Motort kéne összerakni. Na, a gyerekek, ott aztán lesznek izgalmas dolgok. De hogy pofán vertek, az volt ott egy komoly szituáció, nem tudom, gyorsultak a gyerekek. Viszont lehet, hogy tényleg berakom a vezetőülést. Melyik a vezetőülés? Ez a Morrowindben volt. Ez a hang, ez tudja, hogy a Morrowindben van. Az egyik Elder Scroll részben. Tutti basszus, valami inventory hang. Tutti, 1000% gyerekek, abban biztos vagy van. Belerakom, mert tényleg valaki írta, hogy figyelj, azt berakod, akkor meg fog jelenni másnapra az a furgon. Úgyhogy érdekel a téma. De rendesen gurul már a kocsi. Hol van az a pontocska, ami... Kerekecske gombocska, van egy mikropontunk, amihez hozzáérünk. Hogy? Fakje! És hol van nekem a csavarjai? Nekem elvileg nincs csavarja, nem? Állítható. Hogy kiullik belőle. Na nézzük, bele tudunk ülni, he! Oda nézzetek, gyerekek! Igaz, hogy tudom nyomogatni a pedálokat, aztán más nem. Külső nézet. Se kormány, se semmi. Jó. Hát szerintem figyeljetek, mondhatni kész. Most már így tudnám vontatni, nem? Tattorra. Jó, srácok. Alakulunk. Most én megmondom őszintén, hogy tényleg én kezdek büszke lenni arra, hogy már van egy kerek a Verdának. És figyeljetek, hogy gurul. Jó. Csak el ne guruljon bele a tóba, mert én, amilyen hülye vagyok, siva megcsinálom azt. Oké, skacok, akkor nem lett tizénk, nem lett elemünk. Fújjad, kiegyenesedtek a kormányos dolgok. Nincsen ez bele pulva? Itt egy kicsit, mint hogyha szét lenne hullava a Verda. Jó, aztán annyi baj legyen. Most egy-két ilyen kikalapálás, aztán jó lesz ez. Oké, gyerekek, figyeljetek. Elbúcsúzom szerintem. Hát nem gondoltam volna, hogy ezek történnek a mai részben. Volt egy kis rage a szereléssel kapcsolatban. Mi volt még? Pofán vertek, az durva volt, kiütöttek, nem tudom ki hoz haza ilyenkor, vagy hogy annyi még a, megnézem a villanyszámlát, jó, bocsánat, kérek érte, de arra kíváncsi vagyok. Azt a betyár. Jó, érdekes. Na, remélem egyébként holnap reggelre tényleg ott lesz a furgon, legalább az a gyorsan, dinamikusan tudunk közlekedni, és még tudunk cipelni dolgokat is. Ja, igen, szomjas vagyok, látom. Kíváncsi vagyok, energiaszámla, hogy ilyesmi az, hogy működik. Megint a stíles csávó, jaj! Nagyon cseszi a Skipper-nek a fantáziáját. Rendőr! 70. Ez megint a kosz, nem? Környezeti büntetés, szerintem az. Péno. És megint van? Van kettő darab? Hol van? És még nem is jött számlám, látod? Hogy kell? Ja. Még nem is jött számlám. Ezelőtt teljesen bebugolt attól a hülyem attól, hogy az első nap, vagy második nap már 6000-es számla jött, hallod? Igen, és még mindig nem bontottam ki, tudom, a udomatát. Jó, olyan van, benne van a lóvé, elopni nem tudják. Srácok, következő részben folytatjuk. Írjatok tippeket ezzel a szereléssel, hogy mivel tudom megkönnyíteni az életem. Hogy nem kapok agyvérzést így játék gameplay közben. Itt van az automata. Lol, ez vicces. Nézd már meg! Komolyan mondom, azt a címet fogom adni a résznek, hogy kész a Verda. Na sziasztok, köszi a figyelmet, csácsát!